Na nézzük akkor a következő kettő darab mondattal. Jó, ezt már lehetetok. Rozsos kiflit vagy fehér zsemlét ennél szívesebben. Jaj, most ez a mondatunk. Nem tudom eltüntetni ezt a nyavaját onnan. Na mindegy, mit állítok? Azt állítom, hogy ennél. Ki ennél? Te. Mit ennél? Kiflit. Nem rozsos kiflit. Mert arra, hogy rozsos, rá tudok külön kérdezni. Mit ennél? Zsemlét. Mikor ennél? Most. Tehát ez egy időhatározó. Szívesebben. Tök mindegy. Már is látod azt, hogy egy határozó rag van rajta. Határozó. Milyen zsemlét? Fehér zsemlét, az egy minőségjelző. És milyen kiflit? Rozsos kiflit. Jó, és akkor, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor már is szeretném azt, hogyha készítenél hozzá egy ágrajzot, megállítod, megnézed, ellenőrzöd, jó? Én addig megyek, magyarázok tovább. Tehát, állítmány van fölül, abból jön az alany, ugye zárójelbe rakva, jöjjenek a tárgyak, van egyszer egy olyan, ugye, hogy kiflit és zsemlét. Nézd csak meg! És ráadásul ez össze van szépen kötve egy vagy kötőszóval. Tehát kettő darab tárgyam van, ezek egymás mellett fognak elhelyezkedni, és a vagy kötőszóval vannak összekötve, tehát ha egymás mellett helyezkedik el ugyanaz a mondatrész, akkor mellérendelő szószerkezet és a vagy miatt ugye választó, amit így jelölök, tehát ti, hullámos vonalka, és jön a másik T. Jó, és akkor én még szeretem, ha kapcsolat zárójelben is van, mert akkor úgy már aztán tényleg látható, hogy ők tömbösítve vannak ottan. Jó, szívesebben. Hova fog menni az, hogy szívesebben? Hogyan ennél? A hogyan szó után ugye az állítmányt raktam, hogyan ennél? Szívesebben, tehát megy az állítmányhoz. Az időhatározónál pedig mikor, és megint mit raktam az állítmányt, mikor ennél. Tehát az is az állítmányhoz fog menni. Megint igyekeztem arra nagyon figyelni, hogy egy vonalban legyenek. Jó? És kimaradtak a jelzők, mindig azokat hagyjuk utoljára. Nézzük meg, hogy mihez kapcsolódik. Rozsos. Milyen kiflit? Tehát a milyen után ugye az egyik tárgyat raktam be, úgyhogy az egyik tárgyból fog csak jönni, mert a zsemle az nem rozsos. Tehát milyen, akkor az egyik tárgyból húzok egy minőségjelzőt, ez a rozsos, ez egy MI akart lenni, de a touchpad nem a legjobb, és milyen zsemlét. Fehér zsemlét, a fehér pedig a zsemlére vonatkozik, tehát ezt húzod a másik tárgyból. Jó? Ó. Bocsánat, ez egy EMI, csak bénázom. Na, csoda szép lett. És akkor most tudod, elkezdheted szépen a szószerkezeteket kiírni belőle, jó? Megint csak megállítod, és én meg aztán mondom. No. Szóval van itt egy, kezdjük ezzel, mert ez így egyszerű, állítmány és időhatározó. Azt mondom, hogy most ennél, vagy ennél most. Jó? Látod, alá vannak egymásnak rendelve, és az időhatározó van alul, tehát ez egy határozós. Jön a másik. Szívesebben ennél, vagy ennél szívesebben. Teljesen, de hogy írtad le, megint csak egymás alatt vannak. Ez is egy határozós lesz. Jó. Aztán jön a tárgy. Az egyik tárgy és az állítmány. Zsemlét ennél. Jó, alárendelő és tárgyas. Másik. Kiflit ennél. Alárendelő és tárgyas. És akkor most jön még olyan, hogy itt is van egy ilyen,
rozsos kiflit, ugye ezek is egymás alatt helyezkednek el, tehát alárendelő és jelzős, és itt van a másik, ha azt mondom, hogy fehér zsemlét, alárendelő és jelzős. No, és akkor még mindig nem vagyunk teljesen készen, mert hogy, ahogy megbeszéltük, itt van két azonos mondatrész, kiflit, zsemlét, ami itt található, kiflit, zsemlét, ezek ugye két azonos mondatrész, egymás mellett, tehát mellérendelő, és a vagy szócska miatt választó. Jó. Nézzük meg a következőt. Ha valami nem érthető, akkor slattyogj oda hozzám, aztán kérdezd meg. Gyorsan, de szabályosan közlekedett az autó a körúton. Jó, felmondtam, jó lenne, hogyha elemeznéd, és akkor utána ugyanúgy megoldó kulcsként használnád a videót. Mit állítok, hogy közlekedett? Mi közlekedett az autó? Hol közlekedett a körúton? Hogyan közlekedett szabályosan? Mindegy, módhatározó lesz majd. Nem kell tudni, de megint ott van egy an határozórag. És hogyan közlekedett? Ugyanúgy gyorsan. Jó, mehet az ágrajz. Állítmány. Ugye abból jön az alany. Most ezt nem kell zárójelbe rakni, hiszen ott volt benne a mondatban. Jó, hol közlekedett? Ugye a hol szócska után az állítmányt raktam, tehát a helyhatározó is az állítmány alá fog menni. Jó, hogyan közlekedett? Ugye? És akkor itt van egy olyanom, hogy hogyan közlekedett szabályosan, és hogyan közlekedett még gyorsan. Mi, ugye ez kettő darab ugyanolyan határozó, megnézed a végződést is látod, hogy an, en mind a kettő, tehát ők össze fognak kapcsolódni majd, és a de szócska miatt már is látható, hogy ők egy mellérendelő szószerkezetet fognak alkotni, mégpedig egy ellentétest, amit egy oda-vissza nyillal szoktunk jelölni. Jó? És pluszban még kapcsoló zárójelbe is rakjuk. No, és akkor, hogyha ezzel meg vagyunk és érthető, akkor nézzük a szószerkezeteket. Van itt egy alárendelő szószerkezet, ugye? Az autó közlekedett, vagy közlekedett az autó, teljesen mindegy, mi van alul. Az alany, tehát ez alanyos lesz. Aztán a körúton közlekedett, ugyebár ez is alárendelő és határozós lesz. És akkor van egy olyanom, hogy gyorsan közlekedett, ez is alárendelő és határozós, és van egy olyanom, hogy szabályosan közlekedett, tehát itt a másik, hát ebből már sok minden nem látszódik, és akkor így fog kinézni. Tehát, és az is alárendelő és határozós. Jó, arra nagyon kell figyelni, hogy olyat nem mondhatok, hogy gyorsan, de szabályosan közlekedett, mert az már három mondatrész lenne, és a szószerkezet az mindig kettő darab mondatrész csak. És akkor itt van megint egy szószerkezetem még, ugye az, hogy gyorsan, és az, hogy szabályosan, ami össze van kötve a de szócskával, tehát ez mellérendelő, hogy gyorsan, de szabályosan, és ellentétes, hiszen a de ellentétet fejez ki.